Hát kicsit több, mint 33 év volt az, amit dohányzással töltöttem el az életemből, mielőtt ide került. Elég erős dohányos voltam, több mint két dobozzal szívtam naponta. Mondtam, hogy ha sok pénzt fogok megspórolni, ezzel majd leteszem a cigit. Mivel ketten is dohányoztunk, azért ez havonta nagyjából az anadságát volt, mint amit kifizettünk ketten a szemináriumban. 33 év, nagyon kemény dohányzás és én nagyon erős cigit szívtam. Ez itt az alatt, a 6 óra alatt, amit itt eltöltöttünk közösen. Onnan eljutottam, hogy én szeretnék dohányozni, odáig, hogy most már nem szeretnék dohányozni, és azóta nem is gyűjtöttem. Egyszer volt egy olyan álmom, hogy álmomban rágyújtottam, és érdekes módon álmomban is úgy gondoltam, hogy ez valami tévedés, én minek gyújtok rá, ennek semmi értelme nincsen. Alapvetően minden úgy megy tovább, mint ahogy eddig. Az alap különbség az eddigiekhez képest az, hogy sokkal szabadabbnak érzem magamat a világban, sokkal szabadabban teszem azt, amit szeretnék. Mi a házon belül is dohányoztunk, tehát így most megszabadultunk az ottani cigarettaszaktól is, a csikkekkel való bajlódástól, tehát számos olyan pozitív hozadéka van ennek a dolognak, amire akkor nem is gondol az ember, amikor ilyen hosszú idő után úgy dönt, hogy leteszi a cigit. Én már eddig is sok mindenkinek elmondtam, hogy mindenféleképpen próbálja meg, ha ő úgy gondolja, hogy le akarja tenni a cigit, akkor ez egy olyan módszer, amivel le fogja tudni tenni. Kizárólag pozitív élményként éltem meg azt, hogy összejött ez a dolog, hogy sikerült, hogy nem kellett erőlködni, hogy jól érzem magam, bőröm el az utat,